Na helló, srácok! Folytatódik a mindent átalakító, átalakító készítése. Hát igen. Lusta voltam még egyszer kiszedni onnan alulról a csavart és egy kicsit tágítani a furaton. Úgyis csak ez ilyen műhely szökevény lesz. Így néz ki a bele. Ne kérdezzétek meg, hogy miért így csináltam. Hogy minek tettem kettőfeles emcut. Nem tudom, ez akadt a kezembe. Itt volt az asztalon, megfogtam, és azzal csináltam. Ennyi. Most pedig jó kipróbáljuk, hogy működik-e az elméletem, miszerint ez a mindent átalakító, átalakító, mindent átalakít. És ezt a legkönnyebben úgy fogjuk tudni kipróbálni, hogy példának okádék, most a gépből fogok egy jack LCA kábelt, bejövök ide, és mondjuk kijövünk XLR-rel. Azt meg úgy fogjuk megtenni, mert egyébként ezektől a csatlakozóktól egyáltalán nem vagyok elájóva, sőt, az RCA-k azok, egyszerűen botrány. De ez most ilyen gyorsan kellett, és fiatal voltam, és kellett a pénz című epizód. Szóval, itt alig megy bele a csatlakozó, pedig nagyon vigyáztam rá, hogy még véletlenül se olvasszam meg, mert ha ezt ki tudom belőle húzni, akkor megeszem a kalapomat. És elvileg itt bármivel kijövünk, illetve itt bármivel kijövünk, akkor működni fog a dolog. Még mielőtt belekötne valaki, hogy milyen trágya munka, igen, egyébként ez valóban az, biztos, hogy lesz majd megmondó ember, aki megmondja, hogy ez ezért nem jó, meg azért nem jó, meg azért nem jó. De mivel, hogy ezt csak ide a műhelybe csináltam magamnak próbára, hogy a különböző eszközöket ki tudjam próbálni, itt semmilyen szabványnak nem kell, hogy megfeleljen. Ez az AS szabvány, ahogy sikerül, kategória. És az most szerintem teljesen megvalósul az AS szabvány. Okay. Looking for something temeraft an eye. A többi részét pedig úgy fogjuk tudni kipróbálni, hogyha közbe iktatok egy keverőt, és akkor ugye azon például van jack, van RCA, van XLR, van minden is. Na nézzük, elvileg most mind a két kijáratán. Jézusom, de itt van ez a csatlakozó. Mind a két kijáratán kell lennie jelnek, mert hogy sztereóval jöttem be. Valami muzsikát itt kerítünk a kompjúteren. Ez jó is lesz. Nézzük. Ez működik. Másik oldalát is például. Ez is működik. És igazándiból, ha kihúzom ezt a... Na igen. Ha kihúzom ezt a két RCA-t, feltéve ki tudom. Picsába bele. És ha erről dugom be, akkor is működnie kell. Nem stimmel. Itt valami nem stimmel. Valami ezen az oldalon nem okés. Pedig hát párhuzamosan van kötve, szóval teljesen jónak kéne, hogy legyen. Már olyan értelemben, hogy ha itt dugom be, vagy itt dugom be, tök mindegy, mert hogy ugye minden párhuzamosan van mindennel.
egy érdekes dolog. Ugye ennek mindegy, hogy a testhez érintem, vagy a... Hű, már forog is az LCA-nak a bele. Figyeljétek. Kalapszar. Szerintem ez a csatlakozó az megszűnt létezni. Most mi a picsa baja, lehet, hogy erről működik, a másik oldalról meg nem. Kontaktok megvannak, mert összesípoltam mindent mindennel. Valamit benéztem, mert ennek a két résznek függetlennek kéne lennie egymástól. Azt hiszem, hogy az XLR aszimmetrikus bekötését néztem el. És ott közösödik a dolog. Kettő helyen is hibáztam, gyerekek. Az egyik az, hogy itt az egyik jacknél elkötöttem a testet. A másik, mert elfelejtettem a két oldali RCA-t. Ugye mind a kettőt összekötöttem, miközben vágtam az ujjamat még a jó elébb. Mind a kettőnél összekötöttem ott alul a testet, ugye azt láthattátok a múltkori epizódban, hogy hogyan. Csak épp a két oldalt felejtettem el a testet lepárhuzamosítani, úgyhogy jó, hogyha erről ment be a jel, akkor hát nem volt test. Úgyhogy ennyi, most már működik. Teljesen függetlenül a két oldal. Mindjárt kipróbáljuk a jackeket is, meg kipróbáljuk a kijáratot, bejáratot, aztán rárakom az alját, az cső. Azért hoztam ide ezt a keverőt, mert ennek van mindenféle bejárata, kijárata. És akkor azt mondja, hogy aux in. Így ide begyűvünk. Mondjuk. Ezen hogy lehet látni? Ha megy kifelé, hát kicsit féloldalas, de megy. És akkor például, ha én nekem most nincsen csak RCA kábelem, de XLR-rel akarok kimenni, akkor fog ez a dolog most jól jönni, mert ugye itt van egy kiáratunk, ami RCA-s, és akkor ezt ide beküldöm. Így, és elviekben, hogyha én ezt ide beleteszem, akkor ez így működik ezen keresztül. Elviekben mind a két oldala. Jó, de most fordítsuk meg a dolgot. Mi van akkor, hogyha nekem XLR-em van, és RCA-val tudok tovább menni, mint például amikor használom a most amúgy ugyanazt csináltam, de a keverő most fog kelleni. Szóval, hogy mi van akkor, hogyha például a pityutól kapott erősítőt akarom használni, amin csak RCA bemenet van. Akkor áll fönt az a helyzet, hogy ugyebár van itt nekünk kettő darab kimenetünk, és akkor azt szépen ide beküldjük ebbe az oldalba. Na, főleg, ha jól dugnám bele. Na. Mi van már? Ez ennyi. Bejebb kéne, hogy menjen. Ördög és pokol ezek a csatlakozók. Nem hiába meg kell venni a Neutrik csatlakozót, de hát annyi pénzért.
Ez belemegy. Akkor ennek mi baja van, ez miért nem megy bele? Ez nem megy bele egyikbe se, de miért? Nincsenek elhajolva a lábjai. Hát, picsa van. Egy másodikkal összemegy vajon? Ezt a trágyagány melót. Most mi van már? Pedig ez ráadásul neutrik. Öcsém. Ez belemegyen? Ez belemegy. És akkor most mondjátok, hogy mi van ezzel a csatlakozóval. Ez belemegy mind a kettőbe, ez nem megy bele semmibe, de egy sima csatlakozóba belemegy. Nincs elszíneződve, nincs elhajolva. És hát elszíneződve el van. De elhajolva nincs. Eldeformálva nincs. Ez elég nyögvenyelősen akar ez a dolog összejönni. Na menj már bele te! Mi a picsa van már? Ez nem megy bele. És ha csak simán a dugvillákat dugom bele, akkor mi történik? Az belemegy. Ez oké. Okay. Ez nem megy bele. Hát de mi van veled? Megdagadta a levegőn? Vagy mi a picsa van? Most ki se jön. Ovális lenne, de nem ovális. Meg hát evel összemegy. Ha nem tudom, mi nyűgje volt, de belement. Akkor most jön az a dolog, hogy röcőával megyünk tovább, méghozzá akkor legyünk stílszerűek, és akkor jöjjünk ki azon az oldalon, amin hivatalosan ki is kéne, hogy jöjjünk. Így lehet használni RCA-t oldónak is. És akkor itt van a bigyuféle. Bigyuféle végfok, ezt ide bedugjuk. Így, ezt jól bekapcsolom, és elvileg ennek, ha minden jól megyen, működnie kell. És ráadásul egymástól függetlenül. Na igen. Na jó, hát gyakorlatilag ez oké is. Így működőképes ez a dolog. Próbáltam azt is, mi van akkor, ha két kiáraton jövök ki, használok egy XLR-t is, meg mennek a mélyek is. Ez is működőképes dolog, úgyhogy igazándiból ezt akár késznek is tekinthetem. Rácsavarozom az alját, és nagy elégedettséggel használjuk. Még nem próbáltuk ki, hogy mi van akkor, hogyha jackkel támadunk. Ez megy a fékfok felé. Vagy mi van akkor, hogyha... Hogy vagyunk, jackkel támadunk. Ó, nem én kábelt hoztam. Hé, szedd már össze magad, kóbász. Ezt a kábelt akartam. Ugye RCA-val jövünk ki a kutyvalóból. Legyünk akkor stílszerűek, jöjjünk be erről.
felét nem próbáltuk ki. De ez is működik, és elvileg igen, függetlenül egymástól. Igen, sejtésem szerint ez az oldal is működik. Így is van. Na, nekem itt a műhelybe meg is oldódott ez a problematika trágya, hogy ha próbálgatok eszközöket, akkor milyen bemenetekkel rendelkeznek, és hogy hogyan tudok ezekkel betámadni dolgokat. Úgyhogy ezt csúnyán benéztem ezt a test témát két helyen is. Igen, csörgött most a telefonom, miközben mókoltam. Szóltak, hogy egy helyen nem szól a hangcucc. És az történt, hogy valaki valamiért a PA2-es processzoron vagy váltott beállítást, és olyankor a PA2 az automatikusan mute-olja az összes csatornát, vagy szándékosan le lett mute-olva. Ja, de tudom is, hogy miért van lemute-olva. Most már tudom, mert egy olyan DJ zenélt ott szombaton, aki ért hozzá, és hoppá, mivel fogalma nem volt, hogy hogy tudja leáramtalanítani a ládákat, a topládákat, mivel most volt ott először és nem ismeri a helyet, viszont tudja nagyon jó, hogy a PA2 hogy működik, így lemutolta a kimeneteket és nyugodtan húzkodhatta a kábeleket. Na! Engedd már! Hát így néz ki a kis tákolmányom, gyerekek. Mindenféle kiárat, mindenféle bejáratta. Jelosztóként is használhatnánk. Jelosztó Nemzeti Park, úgyhogy teljesen elégedett vagyok, srácok, el vagyok menve, csőj.